Szép napot! Itt az asztrológus Szatmári Nór vagyok. 2024. március 14-én késő este elindul egy Hold-Plutó-Trigon hatás, és ne felejtsük el, hogy március 15-e a nemzeti ünnepünk, sokan mennek utcára, sokan szeretnék majd kinyilvánítani a véleményüket, és a kosban álló Merkur miatt nem csak sokan fogják kimondani a véleményüket, hanem olyan sokan hangosan fogják kimondani a véleményüket. Nyilván én itt most nem akarok belemenni sem politikai, sem egyéb elemzésekbe, csak szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon mozgalmas, nagyon erőteljes, nagyon hangos nap lesz sokunk életében. Amikor a Hold ezen a 14-i késő éjszakán összetalálkozik a Plutóval, ugye a Trigon fényszög által, épp akkor vonul ki a Jupiterrel és az Uránusszal eddig fennállt, rövid, nagyjából másfél napos együttállásából, ott egy kicsit nyugalmasabb, türelmesebb, könnyebb időszakát élte, itt viszont egy nagyon érzelemdús, a szavait kimondani akaró, az érzelmeit megmutatni kívánó időszakát fogja élni. A Hold és a Plutó trigonja mindig növeli az érzelmi reakciókat, mindig fokozza az érzékenységet, és a harmadik szemünk olyasmit is meg fog látni, amit talán máskor nem, vagy éppen nem nagyon akarunk látni. Mindent sokkal erőteljesebben fogunk érezni, érzékelni, könnyebben ráérzünk bizonyos folyamatokra. Ha találkozunk valakivel, könnyebben ráérzünk arra, hogy ő éppen milyen hangulatban van, odalent, nagyon fönt, vagy egy teljesen átlagos, könnyed időszakát éli. Mindent jóval intenzívebben fogunk lereagálni, és nagyon-nagyon hamar észrevesszük azokat a változó dolgokat, amiket egyébként máskor ugye nem akarunk, vagy éppen nem nagyon kívánunk észrevenni. Mikor is lesz egészen pontosan ez a tranzit? Ahogy említettem, március 14-én este, nagyon késő este 22 óra 15 perckor indul el a hatása, és március 15-én délután 4 órára igazából veszít is az erejéből, olyannyira veszít, hogy véget is ér. Hol tapasztalhatunk még érdekes, vagy éppen felemelő folyamatokat? Például intim kapcsolatokra nagyon jó hatással van ez a tranzit, pozitívan regenerálódhat mindkét fél, ha kellőképpen figyelnek egymásra. Könnyen megtörténhet, hogy valaki mélyen megindít minket, és nagyon intenzíven elkezd vonzani, így pedig tulajdonképpen jó irányba befolyásolja, akarva vagy éppen akaratlanul az életünket. A már működő emberi kapcsolatok segítségével új kapcsolatokat is megalapozhatunk, például valaki bemutat minket valakinek, vagy például az, akik utcára mennek, akarva akaratlanul, de lehet, hogy nagyon jó ismerettségeket kötnek másokkal, vadidegenekkel, olyanokkal, akikkel eddig talán még sosem találkoztak, és talán soha nem is találkoztak volna, ha most nem ugyanabból a célból mennének ugyanoda. Még azt is megsugom halkan, hogy például az ilyen típusú tranzit nagyon kedvez az egyéjszakás kalandozásoknak. Hát, ha nyitott vagy ilyenre, hajrá! Mindemellett például nagyon izgalmas az, hogy hangok nélkül, szavak kimondása nélkül is nagyon-nagyon jó kommunikáció zajlik két ember között. Egyszerűen ráérzünk a másiknak a gondolataira, a terveire, és anélkül adunk neki ötleteket, vagy éppen egy jó kis iránymutatást, hogy egyébként föltett volna nekünk bármilyen típusú kérdést. És akik most akarnak határokat feszegetni, legyenek azok bármilyen típusú határok, érdemes is ezt megtenni, viszont csak addig, ameddig a saját hasznotokat hajtjátok a határok feszegetésével. Ha viszont másoknak okoz ez kárt, akkor azt inkább kerüljétek el. Akik viszont szeretnének egy kicsit elmélyülni a spirituális, ezoterikus tanokban, itt ugye a meditálás, a jóga, az elcsendesedés nagyon-nagyon-nagyon felemelő tud lenni, többszörös hatással bír egy jó kis meditáció egy Hold-Plutó-Trigon időszaka alatt. Érdemes egyébként mások reakcióit, érzelmeit figyelni, kicsit vizsgálgatni, rákérdezni arra, hogy egyébként tényleg jól vagy, tudok valamiben segíteni? Adjunk a másiknak motivációt, inspiráljuk őt valamilyen típusú változásra, segítsük a szeretteinket, és értsük azt meg, hogy a Hold-Plutó-Trigonnal nagyon sokat tehetünk önmagunk lelki békéjéért, és mások lelki békéjéért is.
Kívánom nektek a legjobbakat, ha viszont eljönnél egy személyes konzultációra, akkor bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számon időpontért.